Magyarországon 6 megye 28 településéről 1200 embert telepítettek ki eddig, és 44 utat kellett lezárni a Duna áradása miatt, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap délelőtt az MTI-vel. Budapesten mostanáig 215 embert kellett kitelepíteni. A Duna áradása miatt 5 megyében 24 településrész maradt áramszolgáltatás nélkül. Pest megye egy részén és Budapesten még nem tetőzött a Duna, így a neheze még hátra van. A magyar fővárosban szombaton a délutáni órákban megdőlt az eddig mért legmagasabb vízszint. A rakpartok még egy hétig zárva maradhatnak. Az előrejelzések szerint vasárnap az esti órákban következik majd be a tetőzés Budapesten 895 cm-es várható vízállással. Számítások szerint Budapest át fogja vészelni a mostani rendkívül magas árhullámot, és további kitelepítésekre már nem lesz szükség, közölte a Főváros Védelmi Bizottságának elnöke. Pesti Imre elmondta, kora délután 884 cm volt a vízállás. Komáromnál, Esztergomnál és Győrújfalun már megindult az apadás, de a Duna csak most érkezik a leginkább lakott településekre. Az árvízi károk enyhítésére, a védekezés költségére a belügyminisztérium jóvoltából több milliárd forintos keret áll az önkormányzatok rendelkezésére. Nagymaroson a Váci utcába tört be a víz vasárnap hajnalban, itt 3-4 házat kerített körbe, a lakókat kimenekítették. Nagybajcsnál és Komáromnál is csökkent a víz szintje. Esztergomnál 813 cm-t mutatott a vízmérce délelőtt, 3 cm-rel kevesebbet, mint egy órával korábban. Győr környékén is apad a folyó, mintegy 30 cm-rel alacsonyabb a vízszint. A Duna-Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán összesen 254 lakót kellett kitelepíteni, szombaton 2600 köbméter homokot építettek be a töltésekbe. A legveszélyeztetettebb szigetközi településnél Győrújfalunál a szombati, kora délutáni tetőzés óta csak nem 20 cm-t csökkent a vízszint. 3 nehéz nap van még hátra az árvízi védekezésből, de várhatóan hétfő délutánra estére a vízszint abszolút kezelhető szintre csökken, közölte az MTI-nek nyilatkozva vasárnap délben Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megyei kormány megbízott.